Ha olyan Electrolux vagy AEG mosogatógépet vásárolunk, ami Wi-Fi hálózatra kapcsolható, tehát mobiltelefonos applikáció segítségével távolról is tudjuk működtetni, akkor először is le kell töltenünk a megfelelő applikáció áruházból, vagy az AEG, vagy pedig az Electrolux névre hallgató applikációt. Fontos lehet, hogyha korábban mondjuk egy Electrolux készüléket vásároltunk, ami már az Electroluxos applikációra fel van töltve, de most egy AEG mosogatógépet vettünk magunknak, azt ugyanúgy az Electroluxos applikációra is tudjuk regisztrálni, illetve onnan is tudjuk vezérelni. Ugyanez igaz fordítva is, tehát az Electrolux applikáció kezeli az AEG-t, az AEG pedig kezeli az Electrolux készülékeket is. Tehát, hogyha a telefonos applikációt feltöltöttük a készülékre, és ez az első Wi-Fi-s készülékünk, akkor először az applikációba akár gmail-es, akár bármilyen más e-mail címmel regisztrálnunk kell. Ha ez megtörtént, akkor az e-mail címmel be tudunk már jelentkezni magába az applikációba. Szépen bejelentkezik, engedélyezzük, hogy küldjön értesítést nekünk az applikáció, és hozzáadjuk a készüléket. Ugye itt egy mosogatógépet választunk ki, engedélyezni kell a helyadatokat, a Bluetooth, illetve a kamera működését, rányomunk a következőre, és a készülék oldalán található QR kódot egyszerűen beolvassuk a telefonunkkal. Ha ez megtörtént, akkor az applikáció kéri, hogy a készüléket helyezzük áram alá, ugye ez be van kapcsolva. Ugye a Wi-Fi-hez kell, hogy csatlakozzon a telefonunk, meg kell adni a Wi-Fi jelszavát. Ha ez megvan, akkor a készüléken a Wi-Fi és a gyorsprogram egyszerre történő megérintésével, kb. 2 másodpercig, 3 másodpercig lenyomva tartva, meg fog jelenni a kijelzőn ugye a Wi-Fi felirat, illetve villog a Wi-Fi jel. Itt meg is történt a csatlakozás közben. Előfordul, hogy egy picit hosszabb idő, míg párosul a telefon a készülékkel. IP címet megtalálta, és meg is van a kapcsolat. Rányomunk a következőre, el tudjuk nevezni tetszés szerint a készülékünket, ez most maradjon mosogatógép. Üdvözölnek minket az alkalmazásban, és már meg is jelent a főoldalon a mosogatógépünk. Ennek megérintésével be tudunk lépni a mosogatógép menüjébe, és itt gyakorlatilag már tudunk programot választani, illetve a programhoz bármilyen opció hozzárendelhető, amit a készülékünk tud. Ugye itt a programkínálatban ugyanazok a programok jelennek meg, amit egyébként a készüléken is elérünk, és ugye ennek megfelelően már a készülék kijelzőjén is ezt az értéket látjuk. A programok között megtalálható az ECO program, 30 perces gyors mosogatás, 1 órás program, másfél órás, 2 óra 40 perces vagy az automata program, de innen érhető el a géptisztítás, illetve innen elérhető egy előmosogatás is. Ugye, ha rámegyünk a 30 perces programra, akkor alapképernyőn már ugye a kiválasztott programot látjuk, és itt vannak különböző opciók, amivel ki lehet egészíteni, de ezt általában inkább a hosszabb programoknál engedi bármelyiket, úgyhogy legyen ez a másfél órás program. Ezt ki tudjuk egészíteni egy extra erővel, ami azt jelenti, hogy nagyobb hőmérsékleten, hosszabb ideig történik a mosogatás üvegkímélő programmal, vagy az extra fertőtlenítéssel is. A képernyő jobb alsó sarkában van a késletetett indításnak a beállítási lehetősége, itt gyakorlatilag meg tudjuk határozni, hogy mikor induljon el a mosogatás, illetve azt is kiírja, hogy ennek megfelelően mikor fog befejeződni az. Tehát itt tetszés szerint be tudjuk ezt állítani majd. Ami fontos információ még, hogy ha távolról, telefonról szeretnénk a készüléket működtetni, akkor előtte aktiválni kell a távvezérlés funkciót. Egyébként az applikációt, mind az AEG-t, mind az Electrolux applikációt folyamatosan fejlesztik, tehát a közeljövőbe kerülhetnek bele új funkciók, ami majd egy következő applikáció frissítéssel érkezhet a telefonunkra.